Ennek a sünnünek is hamarosan új gazdája lesz. A Dolna megyei kormányhivatal munkatársai gyűjtötték össze adományaikat, melyeket évek óta a Caritas segítségével juttatnak el azokhoz, akik szükségben várják a karácsonyt. Remélem, hogy az eddigiekhez hasonlóan idén is a legrászorultabbak kapják meg, és mindenki ezzel a felajánlásunk. Az adománygyűjtés a kormányhivatalban már hagyomány, és a felhívások nélkül is hozzák a munkatársak az ajándékozni valót. Azért választottuk a Caritast, mert úgy gondoljuk, hogy ez az a szervezet, akik a rászorulók legszélesebb rétegével vannak kapcsolatban, a betegektől a gyerekekig, a különböző szenvedélybetegségben szenvedőket és az időseket egyaránt segítik, tehát úgy érezzük, hogy rajtuk keresztül jut el az adományunk a legrászorultabb rétegnek. A mostani adományok mellett gazdag élelmiszercsomaggal is készül a Szent Erzsébet Caritas csoport. Most karácsony előtt 350-370 főre számítunk, akiknek ki fogjuk osztani a karácsonyi gazdag élelmiszercsomagot, és ezeket az ajándékokat, amiket most a kormányhivatal dolgozói gyűjtöttek össze. December 16-án egy szeretett vendégség keretében a Vosinszky Közösségi Házban vehetik át a rászorulók az ajándékcsomagokat.